sánc szerkezet nyomát mutatta, de akkor még csak ilyen morzsalékos elszíneződött állapotban. Pokrovánszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója, ásatás vezető régész mesél a nyílt napra érkezőknek a leletanyagról, amely Szent István korából került elő. A feltárt fa-föld szerkezetű farészt csak rövid ideig lehetett megtekinteni. Úgy gondoltuk, hogy a fehérváriaknak, illetve az érdeklődőknek, akinek van lehetőség, azt mindenképp látnia kell, hogy Szent István korában milyen leletanyag került elő, Szent István korában milyen leletanyag került elő, hiszen ez a város építése, ez város alakulása, az ugye szervesen hozzá kapcsolódik 1000 évvel ezelőttről. Sajnos ugye sokáig nem tudjuk ezeket a leleteket bemutatni, mert a napsugarak azok károsítják, tehát ezt vagy vissza kell minél hamarabb temetni, vagy fölszedni és megfelelő módon tárolni. Mint Szücsi Frigyes régésztől megtudtuk, a falkutatás Siklósi Gyula régész professzor munkásságán alapul. 2018-ban közölték az első eredményeket, miszerint a 11. századra keltezhetőek a legkorábbi védművek. A régészek 2017 óta szisztematikusan keresik azokat a lehetőségeket, ahol a várfalat fel tudják tárni. Jelen állás szerint kijelenthetjük, hogy ez a Székesfehérvár legkorábbi védműve, ez egy sáncvár volt, egy fa-föld szerkezetű védmű, ami gyakorlatilag a teljes mai történelmi belváros területét körülölelte. Ezt úgy kell elképzelni, hogy laikusoknak is érthető legyen, hogy úgynevezett kazettákat, tehát ilyen dobozszerű fából ácsolt szerkezeteket hoztak létre benne, egymás mellett és fölött, és ezeket megtöltötték földdel, valamelyest bedöngölve ebbe a földet, és így egész magasra tudták fölépíteni ezt a sáncvárat. A régészek úgy látják, hogy a sáncvárat, amelyet minden valószínűség szerint Szent István király építetett, visszabontották és megerősítették kőfallal. Erre a német fenyegetés miatt volt szükség. A nyílt napon a leletanyag dendrokronológiai vizsgálatairól is hallhattak az érdeklődők. Sajnos ezek a minták nem a legjobbak, tehát elég korhadtak, viszont végül is jól lehetett értékelni, azt már előzetesen kijelenthetjük, hogy a 1000. évfordulójára datálható majd. De még ezt nem akarom elkiabálni, még több mintára van szükségünk, de a minták végül is megbízhatóak és jól datálhatók. A szakember hozzátette, a statisztikai mintához 10-15 megfelelő hosszúságú mintára van szükség, amelyeknek legalább 40-50 évgyűrűt kell tartalmazniuk. A mostani leletek közül volt, amelyikben 150-170 évgyűrűt is meg lehetett számolni, így jól meg lehet határozni, hogy mely időkből származnak.